Na, sziasztok srácok! Ez itt az első motor, amit le fogok próbálni. Ez itt a Vogue 350-es AC verziója. 30 percen van vele menni. Első bökre nagyon jól néz ki, nagyon menő. Ilyen igazi, klasszikus motorkinézet. Na de nézzük akkor, milyen menet közben a gépecske. Bereffentjük szépen. Ó, szép! Maga a kijelző is nagyon jó, gyorsan csinál a kettő körbeállítást. Jó, minden fasza. Nem gondolkozok, merre menjek, de lehet, hogy elmegyek itt jobbra. Hú, itt egész nagy a forgalom. Na, Duda megy rajta. Egész fürgén szedi a lábát. Nagyon furcsa menni ilyen 350-es motoron. 300-asat már próbáltam. Jó. Húz a masina. Kuplung egészen felül fog. Ez hozzá kell szokni. Lehet ma többfajta motort is fogok próbálni. Úgyhogy szinte minden fél órában hozzá fog kellennem majd szokni az új motorhoz. Kíváncsi leszek, hogy mekkora lesz a különbség a motorok között. Na, csávó behajt, probléma nélkül, minek is problémázna. Na, kivisszük falunk kívülre a gépet, megnézzük, hogy mit tud. Kíváncsi vagyok ilyen kisebb gyorsulásra, menet tulajdonságra. Jó egyenes átülök a motoron, kicsit előre vagyok dőlve, de hát én ugye 180 6-7 centi vagyok, ezzel kell számolnotok nektek is. Egész kényelmes. Kormánypozíció is jó rajta. Jó nagy tükrök vannak. Ez nagyon szembeötlő. Nagyon furó, hogy ilyen hatalmas tükrök vannak a motoron. Talán meg egy motoron sem nem voltak ilyen nagy tükrök. Úgyhogy egészen meglepő. De jó, mert szinte látni benne mindent is. Magamat is látom benne egész jól. És hátam mögött lévő úttestet is, úgyhogy ez csak pozitívum. Na, nézzük. Az itt van már erő hiába. Jó, gyorsul 100-ra. Ahhoz képest, hogy 350-es, van itt power. Kezelőszerek, van egy tükör, irányjelző, távolsági lámpa. Lehet így villogtatni is, arra is van külön gomb, van 4-es index a motoron. Startoló gomb, áram kikapcs, bekapcs, szokásos. Maga a képernyő, viszont egész jól megvan oldva. Jó nagy rajta az aktuális sebességmutató, úgyhogy elég csak lepillantani picit, és már mindent is láttok a motoron. Száz fölött azért érezni, egy kicsit elfogy a gép, de húzása még mindig van neki. Bár egyet visszaváltanék szerintem, akkor az nagyon sokat csinálna. Így a sebességen és a gyorsuláson is. Na, beérünk a faluba. Úgyhogy visszadobáljuk kicsit. Megnézzük egy faluba, mi az optimális sebesség neki. 4-esben szépen megy a motor, megnézzük a 3-ast. Aha, 3-asban kicsit nagyobb a fordulat, ez várható volt. Kicsit érezni itt már nagyobb a vibráció. Igen, 4-es az, ami ennek a motornak kell, az 50-es tempóhoz. Nagyon fasz a képernyő, nem úgy szépen látni, hogy milyen fordulattal megyünk. Jó nagy számokkal kimarakva az aktuális sebességfokozat. Az aktuális sebességet is jól lehet látni. Hőfok is nagyon jó, nagyon menő néz ki. Lényegében nem forosodik fel az egyharmad felé a hőmérséklet sem a motornak. Utána az óra van kint, a hőfok, jelenleg 20 fok van, kicsit esett ma.
az aksi töltöttségi szintjét is mutassa a gép, és még a megtett kilométert is mutatja. Jobb oldalt pedig lehet látni az aktuális benzinszintet. Nem rossz amúgy. Jó világos a képernyő. Igaz, hogy most kicsit nincsen napsütés, de viszont elég világos van, és nagyon szépen tisztán látni a kijelzőt. Kettő, három, négy azért megindul a motor. Van szépen. Kb. Ez a motor csak a hatosban fogy el. Itt is kb. Ugyanaz a szituáció, mint a legtöbb motornál, hogy ugye ötösig szépen rakocsgatod, van gyorsulás, van erő, van nyomaték, és hatos már csak igazán ott a végsebességre berakjátok, és csőváz, let's go. Na, merre mentek, gondolkodjatok már. Nagyon szépen 100-ig úgy húz, mint a bolond. Nem durván. Hatosban már nincs meg az a húzása neki. Lényegében úgy működik a motor, ahogy mondtam, 5-ig húz, mint a rakéta. Hatos már csak végsebesség, de mondom, az általában igaz az összes motorra. Nagyon szupi. Na jó, leindexelek oldalra. Megfordulok szépen. És visszaviszem lassan a gépet. Na, szépen megfordul. Glábon csak kellett rá lerakni. Nézzük hármasban a gyorsulást. Azért kilövő 80-ig. Aha, 99.000-nél van a szabályzás. Jó, figyeljetek! Ilyen 120-ig szerintem ilyen normális testalkat alatt simán gyorsul, mint a 7 cent. Most én leteszteltem, én ugye felül 100 kiló vagyok, szóval még ilyen komolyabb testmeggel lévő embereket is elvisz ez a gép. Ilyen munkábejárosnak amúgy, vagy első motornak például, kiírom majd a motor adatait ide, hogyha szerintem 18-ra ezt a motorot bőven tudom ajánlani nektek. Sajnos nem tudom jobban letesztelni, mert csak ilyen fél óra van a tesztelésre, de így első blikre nagyon jó gép. A kuplung szépen működik, finoman. Gázreakció is nagyon jó. Kicsit megmozdítom a gázt, és már adagolja is neki szépen, rendesen. Sebességet is szépen veszi lefele. Nem kell semmiféle gázfröccset adni neki. Behúzod a kuplungot. Leváltasz szépen. Kiengeded, gázolsz neki, és már megy is tovább. Nem rossz. Mi az, amit így jobban elvártam volna ettől a motortól? Talán az, hogy milyen 352 centi, kicsit húzhatott volna tovább is, mint így 110. Nem mondom, biztosan ki lehet húzatni egy 150-160-ig is, hogyha rendesen adagolod neki, meg nyelezed neki, de hát ilyen tesztmotor nem arról szól, hogy elhozod, aztán kihajtod a belét is. De egy ilyen lightosabb gyorsulásban mutattam nektek, és 110-ig mondom, nagyon szépen gyorsult, probléma nélkül, és még ment volna, nem lett volna problémája gyorsulni tovább sem. Szóval, ja, ezzel kell számolni. Van egy kisfajta rezonancia, amit néha észre lehet venni a tükrökön. Még érezni is amúgy, hogy kicsit remeg a motor. Ó, előzni szépen lehet vele, hogy látjátok. Probléma nélkül lehet vele csapatni. Jó megy. Motor nem rángat amúgy, most nagyon erős szél is van, lehet fogjátok hallani kicsit a mikrofonban is. De szépen egyenletesen megy maga a gép. Nincs vele semmiféle különösebb probléma.
egyenesen is megy, még megpróbálnám egy majd a kormányt is, hogy milyen a futása, de szerintem nincs vele probléma, milyen eleve, ugye új motor is. Ugye, ahogy elmondtam a videóban, együttműködnek a BMW-vel, meg az MC Augustával is, szóval nem csoda, hogy ilyen jobb minőségi motort tudtak lerakni az asztalra. Most hamarosan visszaérek a mocival. Kanyarokat is szépen veszi, bár itt ilyen lajtosabb kanyarok vannak, de dőlni, mozogni lehet nagyon jó a motoron, mászni is lehet rajta. Látjátok, hogy integetnek is. Kinézetre amúgy tök nagy motornak néz ki. Nem mondaná meg senki, hogy ez már kis motor, mert ugye ez már 350 cm motormérete, meg így szemre is elég nagy. Szóval valakinek megmondja, hogy ez a 600-as, simán elhiszi probléma nélkül. Na nézzük meg, elengedtem, szép az egyenes futása is a gépnek, szóval erre sem lehet panasz. Berakjuk szépen négyesbe, falusi tempóra, és most már játszik könnyedsége, lehet irányítani a motort jóra-balra, ahova szeretnétek. Remélem, hogy tetszik nektek is ez a motor. Írjátok meg kommentben, hogy mit szóltok így első benyomásra erről a gépről, tetszik-e nektek, vagy kipróbálnátok egy ilyet, vagy akár valami hasonlót, kisebb vagy nagyobb köbcentiben. Engem egyelőre teljesen megvett, és árban is nagyon jók ezek a motorok. A konkurenciához képest szinte minden motorjuk olcsóbb, és manapság már nem szabad leírni a kínai motorokat, bárki bármit mond, mert a kínai motorok is már nagy cégekkel működnek együtt, csak a jót teszik át magukba és a motorjaikba, és ez véget nagyon jó kis gépeket, motorokat gyártanak, aminek meg is az eredménye. Itt van például az egész Vogue család, az egész CF Moto család, szóval nem lehet nagyon panaszkodni már senkinek a mai világban. Na srácok, örülök, hogy megnéztétek ezt a kis tesztet. Igaz, hogy kicsit rövidke volt, igyekeztem minél többet beszélni motorról, és jövök a következő motorról nektek. Én Stark voltam, tetszett a videó, lájkoljátok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!